Nincs több mobil. Egy új kormányrendelet szerint az új tanévben már nem használhatják iskolában telefonjaikat a diákok. Fejlesztenek a nyírbátori fürdőben. Több száz négyzetméteres interaktív játszóház épül a város strandján. Biztonságban Kőlaposnál szinte teljesen átépítették a csomópontot Nyíregyháza külterületén a 4-es számú főúton. Szeptember 1-től lép életbe az az új kormányrendelet, amely rendkívüli módon lecsökkenti az iskolai telefonhasználatot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A főszabály szerint a jövőben reggelente minden diáknak le kell adni a mobilját, amelyet a nap végén kap csak vissza. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint az első hónapok után még lehetnek finomítások az új rendszeren. Szinte minden kézben egy telefon az egyik nyíregyházi középiskolában. Ezen kíván változtatni az a kormányrendelet, amely korlátozza minden telekommunikációs eszköz használatát az intézmények falain belül. Erről eddig az iskolák saját hatáskörben dönthettek, szeptember 1-től azonban általánossá válik. A főszabály szerint a tanulóknak reggel belépéskor le kell adniuk mobiltelefonjukat, amit csak a nap végén kapnak vissza. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, az előzetes társadalmi egyeztetéseknek megfelelően lépteti életbe az új rendeletet a kormány. Több mint 54% a vezetőknek, illetve a pedagógusoknak nagy százaléka támogatja a mobiltelefonnal kapcsolatos korlátozásokat, illetve ami nagyon érdekes, a szülők voltak azok, akik indították ezt a korlátozásnak a beindítását. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos előremutató rendeletről van szó, tehát a jogalkotó hozott egy olyan döntést, amit majd nekünk az alkalmazás közben be kell tartanunk, szülőknek oda kell figyelni. Egy elég komoly össztársadalmi összefogást kell majd, hogy elindítson. És azt vallom, hogy mint minden másnál is, ugye a puding próbálja lesz az evés, tehát biztos vagyok benne, hogy ez majd későbbiek során alakul, módosul és változik az optimális irányba. A változtatást a Nemzeti Pedagógus Kar is támogatta, a mobiltelefonok ugyanis a szervezet szerint gyakran hátráltatták az oktatást. Figyelem elterelésére alkalmas eszközök nem valók a tanórára. És ezek a készülékek, ez tetszik, nem tetszik, annyira fejlett a technika, az informatik eszközök már, hogy akár egy órán is lehet ezt alkalmazni, és sajnos biztos, hogy előfordult sok esetben olyan, hogy a tanórán a diák nem figyelt, hanem TikTokozott, vagy bármilyen más olyan alkalmazást használt, amit az okostelefonján, vagy esetleg az óráján tudott eszközölni, és ez mindenféleképpen arra irányul, hogy nem odafigyel, ahova kellene neki éppenséggel. A mobiltelefon, valamint az okos eszközök egyébként nem lesznek teljesen kizárhatóak az iskolából. A pedagógus ugyanis dönthet úgy, hogy oktatási céllal engedélyezi a használatát, így tehát ezek a korlátozottan használható kategóriába tartoznak. Lesznek ugyanakkor tiltott tárgyak, mint például a szúróvágó eszközök, az alkohol vagy a drog. Egyes vélemények szerint ugyanakkor ezek ellenőrzése több emberes feladat, amire az iskolák jelentős része nincs felkészülve. Iszák Tibor szerint is időre és nagyobb humán erőforrásra van szükség a rendelet hatékony kivitelezéséhez. A rendelet mentén, ha fogunk dolgozni, akkor biztos, hogy az igazgatók, illetve a felelős vezetők valakiket az intézményen belül meg fognak bízni ezekkel a feladatokkal, és ezeknek a feladatoknak az ellátása jelent szerintem egy kis többletterhet, vagy nem kis többletterhet, illetve ezeknek a készülékeknek ugye a beszedése, illetve tárolása jelent majd szerintem nagyobb problémát, illetve felelősséget, mert vannak itt azért másfél milliós készülékek is a diákoknál, a srácoknál, és hát ez azért elég komoly odafigyelést igényel szerintem. Nem akarok vészjósló lenni, de biztos lesznek majd problémák ezzel kapcsolatban, és erre mondtam azt, hogy erre még azért nem vagyunk felkészülve.
Iszák Tibor hangsúlyozta, ha nem működik hatékonyan a rendszer, vagy nagy az ellenállás, akkor újra kell vizsgálni a kérdést. A Nemzeti Pedagógus Kar például nyitott arra, hogy a mobil használatot illetően korcsoportonként alakítsanak ki szabályt, 12 éves korig például tiltást alkalmazni, de addig is edukálni a diákokat, hogy azután hogyan használják hasznosan ezeket a modern eszközöket. Jövő év nyarától még korszerűbb körülmények között cseperedhetnek az Úszó Nemzetprogram úszói Nyírbátorban. Pályázati és önkormányzati forrásból újul meg és bővül a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátorban. Jelenleg egy több száz négyzetméteres interaktív játszóház építése van folyamatban. A beruházás összértéke megközelíti a 2 milliárd forintot. Az elkövetkező egy évben számos új elemmel bővül majd a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátorban. A fürdő jelenleg is nagyon népszerű, de a bővítés és felújítás végeztével igazi vízi paradicsommá válik a kisgyermekes családok számára. Egy komplex fejlesztési csomagot raktunk össze, ami végül is 2 topos pályázatból, egy honvédelmi minisztériumi támogatásból és saját erős beruházásokból áll. Van egy nagyon komoly fejlesztési csomagunk, szeretnénk minél több szolgáltatást nyújtani az ide látogatóknak, ezért uniós forrásból kialakítunk egy több száz négyzetméteres új csúszdával, interaktív elemekkel ellátott játszóházat, ez bent van az épületben, ez egész évben működni fog. A gyógymedencénket teljesen átépítjük, új élményelemekkel, új technológiával, és a strandra a gyerekek számára építünk egy hatalmas vizes játszóteret is, ami kifejezetten arra szolgál, hogy nem csak csúszdázni és ugrálgatni lehet, hanem itt valóban vízi élményelemekkel is játszhatnak a gyerekek a strandon. Emellett van egy technológiai fejlesztésünk, pont azért, mert egy éve működik az Úszó Nemzetprogram Nyírbátorban is. Nagyon sok gyerek jár ide úszni, és az ő technikai feltételeit is szeretnénk fejleszteni. Ehhez adott a Honvédelmi Minisztérium egy támogatást. A hozzávetőlegesen 2 milliárd forintos beruházás 4 forrás összevonásával valósul meg. Ez nagyságrendileg 2 milliárd forintot jelent, ebből Európai Uniós forrás nagyjából 1,6 milliárd, 50 millió forintot kaptunk a Honvédelmi Minisztériumtól, és a több száz millió forintot pedig az önkormányzat saját forrásból tesz a fejlesztéshez. Mint látható, az átépítés jelenleg is tart, de igyekeznek a legkisebb kellemetlenséget okozni a kikapcsolódni vágyó vendégeknek. Úgy találtuk ki a bővítést, az átalakítást, hogy minden szeparálható, tehát mind most a nyári strandidőszakban, mind az őszi, mind a téli időszakban is azok a meglévő szolgáltatásaink, amiket korábban kialakítottunk, legyen az a wellness, a gyógyászati kezelő, az élménymedencék, azok a megszokott rendben folyamatosan működni fognak. A 14 éve épült wellness komplexum rendkívül hatásos és gyógyászati célokra is alkalmas bátori gyógyvizének köszönhetően különleges élményeket nyújt az egészséges életmód kedvelőinek és a szórakozni vágyóknak. Félpályás útlezárás lesz érvényben jövő hét vasárnap Nyíregyháza több pontján. A Vidor Fesztivál részeként idén is megrendezik a város zöld futóversenyét, a 4. Vittór Nyíregyházi Futófesztivált, a Mozaik Medese és Nyíregyháza önkormányzata. Az útvonal a Kossuth téről indul és egészen a Bújtosítóig tart, ott az 5 és 10 kilométeres távon a futók visszafordulnak, a 21 kilométeres táv futói viszont tovább mennek a Sóstói útig, egészen ki Sóstóra, és a Kossuth utcán térnek majd vissza a Kossuth tér irányába. Délelőtt a verseny ideje alatt félpályás útvonalzárásra kell számítani, az útvonalon elhaladó utolsó futó után a pálya felszabadítása azonnal megkezdődik. Ez a László utca, Szegfi utca és a Bújtosító körül várhatóan 10 óra után már megkezdődik, a 21 kilométeres pálya útvonalán pedig az utolsó futó elhaladtával. A lezárások a Volánbusz egyes járatait is érinti. Új gyalogos átkelőhely segíti a biztonságos közlekedést Nyíregyháza külterületén Kőlaposnál a 4-es számú főúton. A csaknem 100 millió forintos fejlesztés tartalmazta még az autóbuszöbül, a gyalog és kerékpárút átépítését, valamint a közvilágítás kiépítését is. A kivitelezés alig több mint 2 hónapot vett igénybe.
Biztonságos lehet a jövőben a gyalogosok és kerékpárosok átkelése egyik oldalról a másikra. Nyíregyháza kivezető szakaszán a 4-es számú főút kőlaposi csomópontjánál évtizedek óta volt megoldatlan probléma a zebra hiánya. Így sok időbe telt és baleseti kockázattal járt, ha valaki a szemközt lévő autóbusz megállóhoz vagy kerékpárúthoz akart átkelni. Hosszú évek, sőt évtized óta kérték az itt élők, hogy biztosítsuk számukra azt a biztonságos átkelést, ami ezen a 4-es számú főúton nem is olyan egyszerű. Látható, ahogy itt is az interjút készítjük, hogy folyamatosan közlekednek a gépkocsik oda és vissza irányba is, és bizony-bizony az itt élőknek át kellett jutniuk a szemben lévő buszmegállóba, illetve a szemben lévő kerékpárútra is, gyerekeknek, időseknek vagy családoknak is. Nem volt egyszerű. Hosszú hónapok, mondhatnám évek egyeztetés előzte meg, mire eljutottunk ehhez a mai naphoz, hogy átadhatjuk a gyalogátkelő helyet. Miért is? Hiszen ez egy főútvonal, ez a 4-es számú főútvonal. Ide tervezni, adottságainál fogva is, hiszen ott egy domb van arról, ami nyírtúra felül érkezik, tehát eleve megtervezni, majd kivitelezni ezt a csomópontot nem volt egyszerű. De megtörtént, itt vagyunk, és a legfontosabb azon kívül, hogy biztosítjuk az itt élők számára, akár a be, akár a kiközlekedés szempontjából a biztonságot, az, hogy tudtuk teljesíteni az itt élőknek a kérését. Mint azt Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere elmondta, sokkal átfogóbb volt a fejlesztés egy gyalogátkelőhely kialakításánál. Szükség volt ehhez az autóbusz öblök, a gyalog és kerékpárút, valamint a közvilágítás átépítéséhez is. Ugye meg kellett valósítani a csapadékvizelvezetését, a közvilágítását, 9 új oszlopot hoztunk létre. Itt megvannak ezek a szegélykorlátok, a buszöblet át kellett építeni, igazából a kerékpárutat is, és gyakorlatilag ezt a járdát is, ahol állunk most, ami vezet ezen az oldalon lévő buszmegállóhoz. Tehát mindebből adódóan ez egy 98 milliós beruházás volt. Nyíregyházán az utóbbi évtizedben rendszeresek voltak azok a beruházások, amelyek növelték a gyalogosok és kerékpárosok biztonságát. Ez illeszkedik a városvezetésnek azon programjához, hogy a közlekedés biztonságot minden módon növeljük, a gyalogátkelő helyekkel is. Ugye több új gyalogátkelőhelyet hoztunk létre, 8 kiemelt piros zebrát alakítottunk ki, ami ennél is talán fontosabb, 22 okos zebrát, aminek az eredményei a baleseti statisztikákban is megjelentek pozitívan. A Nyíregyháza kőlaposi csomópont átépítése alig több mint 2 hónapot vett igénybe. Csütörtök reggeltől átmenetileg nem üzemel a nyíregyházi tófürdő, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. A társaság közleménye szerint az éjszaka folyamán a gépházban olyan műszaki jellegű meghibásodás történt, melynek helyreállítása több napot is igénybe vehet. A tófürdőre bérletet váltott vendégek felár nélkül vehetik igénybe az Aquarius élmény és parkfürdő szolgáltatásait. A tófürdő újranyitásának pontos idejéről a Sóstó Gyógyfürdők ZRT a későbbiekben a tájékoztatást web és Facebook oldalán. Puma hármasikrekkel gazdagodott a nyíregyházi állatpark állatállománya. A tenyészpark 2019 óta az állatpark lakója, az 5 éves nősténynek és a 14 éves hímnek ez a második közös szaporulata. A három kölyök egyelőre anyatejjel táplálkozik, nagyjából másfél éves korukig pedig Nyíregyházán maradnak. Éles karmai tisztogatja a videón szereplő 3 hónapos puma ikrek egyike, aki a délelőtti órákban látogat el a Nyíregyházi Állatpark interaktív bemutatótermének külső kifutó rendszeréhez, pihengetve láthatja a 3 kölyköt, de a késő délutáni órákban már rendszerint sokat játszanak. A Jégvilág interaktív állatbemutató legelső állatkölykeit már láthatják a vendégeink is itt ebben a külső kifutó rendszerben, hiszen most már 3 hónaposak lettek a puma kölykök. Legelőször ők 4 hetes korukban mutatkoztak be a nagy közönségnek, akkor volt az első állatorvosi vizsgálat, akkor nem csak vakcinázás volt, hanem az ivarukra is fény derült, 3 hímállatról van szó. Egy nagyon szuper tenyészpár a szülőpár, 5 éves a nőstény és 14 éves a hím, és már a tavalyi esztendőben volt szaporulat, idén pedig most egy 3 sikerpárral ajándékoztak meg minket. A pumákra jellemző, hogy magányos életmódot folytatnak, tehát csak az anya neveli a kicsinyeket. A kölykök még elsősorban anyatejjel táplálkoznak, de mellette már elkezdték a húsból álló takarmány fogyasztását is. Érdekesség, hogy a bundájuk ilyenkor még foltos, és csak később lesz egységes homokszínű.
Amerikában őshonos macskaféléről van szó, és akár egy hím 120 kg-os is lehet, ennek ellenére rendszertanilag a kismacskák félékhez tartozik. Egy olyan amerikai macskáról van szó, aki nagyon jól alkalmazkodik a lombkoronás területektől, a tűlelevelű erdőkig mindenhol megtalálható, és az ő testújánál sokkal nagyobb növényevőket is el tud fogyasztani. Ennek ellenére a populációik csökkennek, elsősorban a vadászat és élőhely csökkenés miatt. A pumák másfél-két éves korukban válnak ivaréretté. A kölykök körülbelül egy-másfél éves korukig maradnak a Nyíregyházi Állatpark lakói, utána pedig egy másik európai állatkertbe kerülnek. Ezúttal U14-es csapatok számára rendezi meg a Nyíregyházi Kosárlabda Klub a Sallai József emléktornát, amelyen augusztus 27-e és 29-e között 6 hazai és 2 külföldi együttes lép pályára. Közben már javában készülnek a következő szezonra az NKK 5-ös kosárlabda csapatai, a Ferenczi Tamás által irányított U14-es és U16-os együttes célja az országos főtáblára kerülés. Június elején az NKK 5-ös Kosár Jam elnevezésű rendezvényen búcsúztatták az előző szezont a Nyíregyházi Kosárlabdaklub játékosai, az edzők és a szülők, most pedig már az új idényre készülnek a csapatok. A bázis, a Vecsik iskola csarnoka, ahová már némi ráhangulódás után érkeztek meg a fiatal kosarasok. A családi nap után kaptak a játékosok közel egy hónap pihenőt. Pihentünk mi is a szakmai stábbal, bár úgy gondolom, hogy valóban gyorsan eltelt ez az időszak, illetve már azért a nyaralás második részében terveztük a következő 2024-25-ös bajnoki szezont. Július 31-én kezdtük el az edzéseket a gyerekekkel. 3 úgymond ráhangoló, fölhozó edzésünk volt, hogy azok a gyerekek, akik a nyáron kevesebbet mozogtak, azok is az edzőtábor előtt egy keveset kosárlabdázzanak. Utána Miskolcon voltunk, ahol kimondottan az U14-U16-ossal ez már egy szakmai edzőtábor volt. Hazajöttünk a múlt héten pénteken, és ezen a héten pedig már itt a Vescsükben folytatjuk a munkát. A két kiemelt korosztálynak az U14-es és az U16-os számít. A cél mindkét együttes esetében az országos főtáblára kerülés, ami Ferenczi Tamás szerint nem lesz egyszerű. Nem különíteném el az U14-et, U16-ot, mind a kettőt úgy tekintünk rá mind a két korosztályra, hogy kiemelt korosztály. Talán az U14-eseknek van nagyobb esélye a főtáblára jutni, U16-osoknak kevésbé. Ez amiatt is adódik, hogy a U14-ben 32-es az országos főtábla, az U16-ban pedig ezen módosítottak most, 24-es lesz, tehát oda sokkal, de sokkal nehezebb bekerülni és bejutni. Ennek szellemében most a kivételesen ugye a megrendezésre kerülő Sallai József emléktornánk nemzetközi kosárlabda tornán is az U14-es korosztály lesz, aki majd játszani fog, tehát próbáljuk őket felkészíteni a selejtezőre, illetve az előselejtezőre. A Sallai József emléktorna már a negyedik lesz a sorban. A háromnapos rendezvényre ezúttal is rangos mezőny érkezik. 14 éves fiúk részére rendezzük ebbe az évben, rendhagyó módon, hiszen eddig 16 éves korosztálynak rendeztük. Ebbe az évben úgy gondoltuk, hogy ez a korosztályunk az, amelyiket egy kicsit jobban kellene menedzselni. Nemzetközi torna lesz 8 csapat részvételével, 2 csapat külföldről érkezik, az egyik Ungváról, a másik Nagyváradról. Ezen kívül 2 nemzeti kosárlabda akadémia csapata lesz itt, a Deac kosárlabda akadémia és a Budapesti Honvéd kosárlabda akadémia, valamint a Szolnoki kosárlabda akadémia és a Vasas kosárlabda akadémia csapata, akik kosárlabda szövetség által akreditált akadémiák. Ezen kívül a 2 nyíregyházi csapat, a Nyíregyházi Sportcentrum és a rendező NKK 5-ös lesznek a mezőny részei. A torna augusztus 27-én kezdődik a Vecsik csarnokában és a Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában. A döntő a tervek szerint augusztus 29-én csütörtökön 13 órakor kezdődik a Tiszavasvári úton. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely az iskolai telefon használatot fogja rendkívüli módon lecsökkenteni. Az új szabályok már szeptember első napjától érvényesek lesznek. A főszabály szerint a jövőben reggelente belépéskor minden diáknak le kell adni telefonját, amelyet a nap végén kap vissza. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke szerint az első hónapok után még lehetnek finomítások az új rendszerben.
Megújul a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátorban. A komplex fejlesztési csomag segítségével egy több száz négyzetméteres játszóházat alakítanak ki. Az úszó nemzetprogram keretében is megkezdődnek technológiai fejlesztések, ezek jövő nyárig készülhetnek el. Jelentősen csökkent a baleset veszély Nyíregyháza külterületén kőlaposnál a 4-es számú főúton. A Vármegye székhely önkormányzata 98 millió forintos fejlesztésének köszönhetően új gyalogos átkelőhelyet alakítottak ki, de átépítették a buszmegállókat, a gyalog és kerékpárutat, valamint kiépítették a közvilágítást is. A kivitelezés alig több mint 2 hónapot vett igénybe. Augusztus 15-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Pénteken is folytatódik a nagyon meleg füllett idő, zápor, zivatar csak az ország nyugati északnyugati részén fordulhat elő. A keleti országrészben a légmozgás is mérsékelt marad. A délutáni órákban 35 és 39 fok között alakulnak a hőmérséklet maximumai.